hanganyag szerkesztése. Példánkban a letöltött zeneszám hossza 1 perc 34 másodperc, a szükséges 1 perc 50 másodperc helyett, ezért mindenképpen szükségünk lesz az Audacity hangszerkesztő programunkra, hogy az aláfestő zenéket meg tudjuk hosszabbítani a kívánt hosszúságúra. Hosszabb zene esetében könnyebb a dolgunk, mert csak meg kell vágni a megfelelő időtartamúra, míg az időtartam meghosszabbítása kicsit bonyolultabb műveletnek tűnik, főleg úgy, hogy ezt a szerkesztési munkát úgy kell elvégeznünk, hogy a zenei betét élvezhetősége megmaradjon. Ehhez indítsuk el az Audacity hangszerkesztő programunkat, majd nyissuk meg a letöltött hangfájt. A betöltés után a képernyőnkön megjelenik a sztereósáv jobb és baloldali hanghulláma. A pontosabb szerkesztéshez egérrel meg tudjuk növelni a hangsáv nézetét. Mivel sztereó hanganyagról van szó, elég, ha a szerkesztés közben csak az egyik sávot látjuk. Érdemes meghallgatni az aláfestő zenét, hogy kiválasszunk belőle olyan részletet, amelyet megduplázva az ne legyen zavaró a hallgató számára. Ha találunk olyan részletet, amit szeretnénk kimásolni, akkor az egerünkkel kattintsunk a hanganyagba, majd az egérrel jelöljük ki a másolásra szánt tartományt. A pontosabb másolás érdekében a hanghullámsáv léptékét nagyíthatjuk is. A Windowsban megszokott billentyű kombinációkkal tudunk másolni, de menüből is kiválaszthatjuk a másolás opciót. Kattintsunk a hanganyagon arra a pontra, ahová a másolatot szeretnénk beilleszteni, majd illesszük be az imént kimásolt részt. Érdemes az eredményt meghallgatnunk, hogy valóban jól sikerült-e a hangmanipulálásunk. Amennyiben további szerkesztésre is szükségünk van, jelöljük ki az újabb részt, és az előzőekhez hasonlóan ismételjük meg a műveletet. Példaként szereplő hangfájlunk időtartama ezzel a szerkesztési munkával most pár másodperccel hosszabb lett a kívánatosnál, ezért célszerű a hangfájt megvizsgálnunk, hogyan spórolhatnánk az idővel, úgy, hogy hallhatóan ne roncsunk a minőségen. Példánkban mi most a teljes hangfájt kijelöljük, és a hatásmenüpont sebesség megváltoztatása opciót választva megpróbáljuk rövidíteni a hanganyag hosszát. Ha túllőttünk a célon, akkor a szerkesztés visszavonásával visszavonhatjuk a legutóbbi lépést. A finomabb beállítás eléréséhez ne a csúszkákat használjuk, hanem kézzel írjuk be a megfelelő értékeket. A szerkesztőboxban kapunk erre segítséget, ugyanis a kijelölt tartomány jelenlegi hosszát és az esetleges új hosszát is kiírja számunkra a rendszer. A hangfájlon további apróbb javításokat is eszközölhetünk a fenti módszerekkel. Például a hangfáj végén lekeverhetjük a hangot, ezzel azt érjük el, hogy a hanganyag a vége felé lehalkul. A felesleges csendet is kivághatjuk a hanganyag végéről, ezzel is rövidül a lejátszási hossza az aláfestő zenénknek. A szerkesztési lépések után célszerű azonnal leellenőrizni az eredményt, így ha valamit elrontunk, bátran visszavonhatjuk, és nem a teljes szerkesztési munka végén derül ki, hogy hibáztunk. Akár filmvágásról, akár hanganyagvágásáról van szó, mindkét munkához fontos a maximális türelem és odafigyelés. Enélkül nagyon nehéz tisztességes végeredményt produkálni. Az itt alkalmazott szoftverek messze menően segítik a munkánkat, és kellő gyakorlat megszerzése után könnyedén boldogulunk velük. Amikor a teljes hanganyagot sikerült a kívánt időtartamra megszerkeszteni, akkor hallgassuk végig. Ha úgy ítéljük meg, hogy megfelel a végeredmény, akkor mentsük ki az egész hanganyagot a gépünkre. Hanganyagot exportálhatunk MP3-ba és tömörítetlen WAV-fájba is. Ha nem túl hosszú hanganyagról van szó, nyugodtan válasszuk a jobb minőséget, hiszen a film megszerkesztése után nagy valószínűséggel úgy is törölni fogjuk ezeket az átmeneti fájlokat.